pszichológus és egy jogaoktató, aki azt hiszem, hogy spirituális elveket is van. Nézték a Füves könyvek című előadást itt a Móricz Zsigmond Színház művész stúdiójában. Látom, hogy erősen forgatják a gondolatokat a fejükben. Miről szólt ez az este? Hát az életről, az emberről. És nagyon nehéz reagálni, mert tényleg idő kell ahhoz, hiszen minden mondat rólunk szólt, érzésekről, az életről, nehézségekről, örömről. Nagyon jó volt felfedezni nekem Vörös Sándor gondolatait. Márait, a befejező részben, hát egyszerűen felismertem a naplót, és mindig az jutott eszembe közben, hogy én a naplót azt soha nem tudom úgy olvasni, és ugyanígy a Füves könyvet sem, hogy azt hozzákezdel és egyben, hanem néha elég két mondat belőle. Nem és is kell több, ez nem, fűszer, nem, ugye? Nem, és ez napon. Az előadás is olyan volt, hogy tulajdonképpen megtaláltuk benne azt a harmóniát is, amit az embernek nem csak a szöveg, hanem a zene és a hozzátartozó mozdulat táncnak a szépsége. Úgyhogy nekem nagyon nagy élmény volt, de még idő kell ahhoz, igen, hogy... gondolkodjunk rajta, igen, holnap, a jövő rajta. Héten vagyunk előre. Lehet belőle merítkezni, és sok mindent vittem magammal, vagy viszek magammal. Én magukkal a gondolatokat, a válaszokat, meg a kérdéseket, ugye, mert nagyon sok elhangzott. Ágnes, szebb lesz, jobb lesz az élet egy ilyen színházi előadásban? Mindenképp is fantasztikus, hogy manapság elérhetőek spirituális előadások is. Azt hiszem, ez átütő erejű. Számomra a Hamvasi gondolatok voltak a legmegkapóbbak. Az egyik kedvenc könyvem a Babérliget könyv. Még az autóban is hangos könyvként ezt hallgatom, hogyha hosszasan és monoton útra indulok. Azt hiszem, hogy az ember középpontját, a lelkét érintették meg ezek a gondolatok. És azért szép, mert nem csak az elmét, hanem tényleg az érzelmi világon keresztül a lelkünket is, a tánc, a zene karöltve a nagyon magvas gondolatokkal. Biztos, hogy ezt sokáig kell emészteni, és ahogy Hamvas is írja, csak rövid időre is felüthető gondolatok, akár reggel mosakodás közben a tükörre kiírható gondolatok, vagy az autóban magunkkal vihető gondolatok, amiktől az ember talán, ha csak egy picit is, de megvilágosodik. Választott kérdésekre, ugye? Reggeli és délutáni kérdésekre. Hétköznapi, emberi, apró mozzanatokat más aspektusból tudunk ezáltal tekinteni. Egy magasabb perspektívából rátekinteni a hétköznapi, nagyon kispolgári dolgainkra.